Mezei Balázs, férfi oktató. 1992-ben született Kolozsvárott, 4 éves korában költöztek Mérába. 14 évesen jött Magyarországra a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolába, amelynek elvégzése után felvételt nyert a Duna Művész Együttesben, mint táncos, majd szólista. A Művész Együttesnek 10 éve tagja. 2015-ben kezdte a Magyar Táncművészeti Egyetemet táncos és próbavezető szakon. Jelenleg Nyáregyházán él feleségével és kislányaival. Mesélj pár szót magadról, Balázs. Magamról? Hát Kolozsváron születtem, 92-ben, de az nem is fontos. Mindegy, ott születtem, és édesanyám még 4 éves koromban, ugye édesapám lelkész, és akkor ők átköltöztek Mérába, vagy hát átkerültek, ugye, hogy a hivatása volt, ott volt lelkipásztor végül is Mérában 4 éves koromtól. És aztán ott nem volt nehéz, hogy ezzel az egész kultúrával megismerkedjek, és ez ilyen kulisszatitok, hogy igazság szerint azért jöttem ki Magyarországra, mert románul nem tudtam. Úgyhogy azért kerültem ki, mert hát ott megegyeztek, és azt mondták, hogy akkor elengednek, hogy jöjjek ki, nem húzzák le a jegyeimet. És akkor kijöttem Magyarországra, itt néptáncolok, tanultam Nyíregyházán, és onnan meg automatikus volt, hogy vagy tanítani fogok, vagy pedig hivatásos táncos leszek. Először a hivatásot próbáltam meg, és akkor azóta ott táncolok, 2012 augusztus, mindegy év vége felétől ott táncolok, 2012-től, és az idén a feleségem elment bejelentkezni az iskolába, és akkor elkérték az én adataimat is, és akkor Ildikó rám írt, hogy nem lenne kedvem, mert hogy közel vagyok a Cegli Táncegyüttesnél is tanítani. És azt mondtam neki, hogy hát igazából sokat nem foglalkoztam még tanításra, nem mondom annyira, csak nem lehet nehéz, én is valami megtanultam, és engem is tanítottak olyanok, akinek még papírja se volt róla, úgyhogy mondom, próba szerencsés, aztán most itt ülök. Úgyhogy röviden, tömören ennyi. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek eddig a néptáncban? Már azon kívül, hogy hivatásos lettem, mert szerintem most gyakorlatilag arról beszélünk, hogy azért fizetnek, hogy táncolok. Ez nekem egy elég nagy dolog, és örülök neki, és végül is azt csinálom, amit szeretek. Ez nekem egy nagyon nagy siker, és egy nagyon nagy ilyen elismerés, meg egy igazából az egyik cél, amit úgy kitűztem, hogy ezt szeretnék lenni, és ezzel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy ez teljesült. És a másik, amire nagyon büszke vagyok, az a Kalotaszeg műsorunk, ez a Szerelmünk Kalotaszeg a Dunával, amiben szólóban énekelek, meg van egy páros énekünk Navratilandival, egy ilyen duó. És arra az előadásra nagyon büszke vagyok, és nagyon sokan a visszajelzések alapján kiderült, hogy nagyon jól sikerült az a műsor, úgyhogy arra nagyon büszke vagyok, és az egy jó eredmény, ami így tündököl az életembe, ezt szeretem. Mik a céljaid? Hűha! A céljaim? Hát a tánccal azzal nem tudom. Valószínűleg a tanítás az fog maradni tovább, és aztán ebből a hivatásosból vagy kiöregszek, jó lenne a nyugdíj kihúzni, de azt ki tudja, hogy mi lesz az a nyugdíj, vagy mi lesz addig. Úgyhogy valószínűleg tanítani fogok, nagy valószínűség szerint, de igazából nem tudom, passz. Még erre tekintve nem néz, nem. De lehet, hogy teljesen más irányba elmegyek, és ezt a részét letudtam a dolognak. Hogy érzed magad itt a Ceglétánc együttesén? Hát még szokom. Szokom. Hát az elején sokan voltatok, akik újak voltak, meg már hogy nekem, ti egymást ugye ismertétek, és akkor hogy fogadtok el engem, de egyébként tök jó a részletek, és tök közvetlen volt, úgyhogy ilyen szempontból nem volt nehéz dolgom, már úgy érzem a beilleszkedés terén. És szokom még a tanítást, meg az, hogy mennyit bírtok, mennyi az, amit lehet terhelni, mi az, ami elég, hol vannak a határok, úgyhogy ezeket még én tapasztalom. Ez nekem most még teljesen új. Inkább a színpadhoz vagyok szokva, mint ahhoz, hogy más embereket irányítsak. És mit üzensz azoknak, akik még nem táncolnak? Hát, hogy kezdjenek el minél hamarabb. Nem, ez, hogy kimutatott ténye vagy sem, viszont az biztos, hogy a stressz levezetésnek az egyik legjobb eszköze a néptánc. Ráadásul nőkkel meg lányokkal lehet együtt táncolni. A székiba azért elég jól végig lehet simogatni a párodat, szóval, hogy azért van ebben és rafináltság is, szóval, hogy úgy jó, hogyha az ember ezt csinálja, és
tényleg valamilyen, nem valamilyen szinten, hanem ez is egy sport igazából. Elfáradsz, leizzadsz a fölös energiákat, kiadod, ledolgozod, és utána boldogabban térsz haza, mint hogyha csak otthon ültél volna a tévé előtt. Úgyhogy ezért ajánlom mindenkinek, aki még nem kezdte el, vagy aki elkezdte, és ma abba hagyta, hogy akkor kezdje újra, s lendüljön bele. Jöjjön, szeretettel várjuk. Köszönöm szépen. Nincs ez.